Lambériázzák a Várajai Ifjúsági Tábor egyik házát a munkások. Jelenleg több épület felújítása zajlik a meccsek keleti lábánál található területen. Kölő Rolanda Várajai Ifjúsági Tábor és a Várajai Bakancsos Házak üzemeltetőjének a Bonyhádi Sportcentrumnak az igazgatója azt mondja, három éve zajlik a felújítás. 2018-ban közel 332 millió forintból korszerűsödtek a vizes blokkok, valamint az ebédlő épülete, ami fedett terasztal és napelemmel bővült, valamint modern játékokat is telepítettek a területre. 2021-es városi költségvetés elfogadásakor a testület döntött arról, hogy a várai ifjúsági táborban a harmadik ütem műfelújítás fog megvalósulni. A harmadik ütem az azt jelenti, hogy 2021-et érünk, és három tízfős fős ifjúsági szálláshely házikót fogunk felújítani, ugyanúgy, ahogy tavaly is felújítottunk hatot. Az kb. 35 millió forintba került, ez az idei felújítás pedig nagyjából ilyen 20 millió forintos beruházás lesz. A Várai Éfűsági Tábor fejlesztése 2018-ban kezdődött, amikor is mindegy 30, 330 millió forintos beruházás valósult meg. Teljesen megújul a táborunk. Sajnos ugye az régen lett felújítva a tábor, és együttemben nem lehet ezt megvalósítani, és nagyon sok pénz kellene hozzá. Ezért a képviselőtestület mindig ilyen apróbb lépésekben évenként újítja fel az éppen aktuális házakat ez egy kimondottan jó dolog, hiszen hiszen Bonyhádi, Bonyhád környéki, sőt most már azt, azt lehet mondani, az egész országból jönnek hozzánk vendégek. Időszerű volt az 1977-ben épült házak felújítása, tette hozzá Kölnő Roland. Az idei felújítás az annyit jelent, hogy a mögöttünk lévő három házikót teljes mértékben felújítjuk kívül és belül is. Belül új dizájnt is kapnak ezek a házak, és kívül is teljesen a mai kornak megfelelően fognak ezek kinézni. Teljesen új villamos hálózati alakul ki, új lesz a tető, fűthetővé válnak ezek a kis házak. Most már sokan járnak hozzánk, és sokan is ismerik, hogy aki ide jön, kb. tavasztól őszig, ez mindenki elámul azon, hogy, milyen szép helyen fekszik, és hogy milyen, milyen komfortosak ezek a házikok. Már előre tekintünk egyébként, hiszen a felújítások sora talán jövőre befejeződhet, hogyha a város költségvetése is úgy áll. Ez azt jelenti, hogy marad még három ö, házunk, két nevelői ö, ház, illetve egy foglalkoztató épület, ami még felújításra szorul, hogyha ha ezzel kész vagyunk, akkor gyakorlatilag teljesen megújult az egész tábor területe. A táborban 9 egyenként 10 férőhelyes házakban ifjúsági táborok és erdei iskolák résztvevői szállásolhatóak el.